az előző részek tartalmából. Úgy érzem, nem lenne egyszerű vele barátkozni. Nem árt elolvasni az apró betűs részt. Ő panaszolt be minket a tanácsnál a gyomok miatt, és megmérgezte Jim bikáját. Miért nem jelentettétek fel? Mert nincs bizonyítékotok. Visszakérem a pénzemet. 10 nap múlva fizesd ki a fennálló összeget. Tudok rólad és Phil-ről, és arról, amit a Drovers eltettél. Ha elfelejtetted volna, Grace megmentett. A Drovers egyetlen centiére sem teszed rá a kezed. Szerintem még meggondoljátok. A maradék tartozásunk, ahogy ígértük. Törlesztettük a hitelünket. Hord el magad a birtokunkról. Grace McLeod, megtisztelnél azzal, hogy elfogadod a kezem? Ezerszer is igen. Oké, nyugi, nyugi. Tudjuk, hogy bent ragadt a kicsi, őt szeretnénk kiszedni. Óvatosan, ez az első, nem szeretném, ha baja esne. Egyikünk sem. A pénzzel, amit érte kapunk, fennmaradhat a birtok. Gyerünk! A végső defés. Mi van a borjúval? Sikerült. Micsoda szépség. Milyen dagi? Nem csoda, hogy beragadt. Mi még asszály idején is prima borjakat nevelünk, nem igaz? Hé, talán még kapunk egy kis ráadást azon felül, amit ígértek. Ha ki tudjuk őket szedni, ha mindekkora el leszünk velük. Igazad van, Grace, nézzünk utána a kismamáknak. Olyan másnak tűz most. Másnak? Miért? Mert már gyűrűs mennyasszony lettél. Idősebb vagy és bölcsebb. Na persze, veled ellentétben. Nem, én férnél vagyok. Ezáltal igazán bölcs lettem. Bizony, és jó öreg. Nem túl szoros a gyűrű? Ó, nem. Csak nem szoktam meg. Eddig nem is hordtam ékszert. Hogyne. Elviszik a teheneinket. Tolvajok. Követem a kamion. Én a lovas után megyek. Magyar hangok. Kisfalvi Krisztina, Orosz Helga. Varga Gábor. Zsigmond Tamara. Sánta Anna Mária. Mózer Károly, Holnándor. Martin Márta. McLeod lányai. Fogalmatok sincs, kik lehettek? Nem láttam a sofőr arcát, de 17 tonnás fehér kamion volt. Én sem láttam sokat a lovasból. Kalap, kockás ink, kendő. De azt hiszem, az arcát rendesen felsértette egy ág. Hármat tippelhettek, kifőzte ki. Phil. És Ashley. A Droversre feni a fogát, és nem sajnálja rá a pénzt. És a borjakára nélkül végünk van. Phil és Ashley. Egész biztosan. A gyűrűm. Hisz nagymamájáé volt. A fickó meglógott előled? Igen, ezúttal. Legközelebb nem ússza meg. Nem vihették túl messzire a csordát. Végtére is borjaznak. Én már is utána nézek a vásároknak. Hívom Hiszt és Markuszt. Jó, mi addig átnézzük a vágóhidakat. Moira, hívd fel Taylort a kocsmában. Legyen éber. Rendben. Ezt nem hiszem el. 3 melót is letudtunk. Mert ügyes vagy. Mi van? Le akarsz foglalni? Hogy ne gondoljak Ashley-re? Mert nem éri meg az álmatlan éjszakákat. Igen. Többé nem szeretnék ébren hánykolódni egy nő miatt. Lép be szerzetesnek. Láttam már szomorú barátod? Hisz a dalai láma folyton mosolyog. Már sejtjük miért. Kértek reggelit?
Igen. Igen, csak adj, amit tudsz, édesem. Éhen halunk. Édesem? Uh-huh. Üljetek le. Kaphatnék még egy adag szendvicset? Igen. Már is adom. Grace, szerintem gyere ide, itt egy sebes arcú fickó kockás inkben. Taylor nem tartóztathatja örökké. Már ő az. Sebb helyes arcú ugyanolyan inkben. Láttad a sérülését? Közelről nem. Csak beszéltetnünk kell a fickót. Mondjál, hol vannak a tehenek. Hoznom kellett volna a nyírólót. Ismered a mondást. Az első generáció egy vagyont keres. A második kiépíti, a harmadik elveszíti. Már több mint három generációnyi McLeod volt, nem te vagy a soros. Csak 5 percet kérek, hát ha kiszedhetek valamit Philből. Rendben, addig beszélek a szerelőjével, hát ha ismeri a kamiont. Helyes. Gondolom, nincs értelme rátérni a kérdésre, hogy tudsz-e valamit a teheneinkről. Mi? Ó, ugyan már. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Semmit sem jelentettem neked, ha képes vagy ezt tenni. Elárulnád, hogy most mi a bűnöm? Úgy vásárolsz birtokokat, hogy elkergeted a tulajdonosaikat. Nem tettem semmi rosszat. Nem, lefizetsz másokat, hogy elintézzék. A földvásárlásaim csupán üzletek. A rekicsek mindig is gyarapodtak. Az sem számít, milyen áron éred el.